A tapasztaltabbak kevésbé, de a kisebbek még nagyon izgultak az Európa-bajnokság előtt. Leginkább csapatban szeretnek versenyezni, hiszen az biztonságérzetet ad számukra. Jobb csapatba. Miért? Hát, mert úgy, hogyha elrontasz valamit, akkor tudod úgymond másolni a többiekről. A legfiatalabbak is a legnagyobb reményekkel indultak az EB-re. Én nagyon remélem, hogy elsők leszünk mind a kettőben. A felkészülési idő nem volt egyszerű. Minden alkalommal teljes lendülettel edzett a csapat, mondta az egyik edző, Váradi László. Elég nehezen telt el, nagyon keményen dolgoztunk, most meg még az időjárás is besegített nekünk, nem fázunk, meleg van kint, párás a levegő, ez egy szempontból jó a gyerekeknek, mert nem hűlnek ki. Nagy elánnal készülünk. Összesen 14-en indulnak a torna körből az Európa-bajnokságon. Egyéni, páros és hármas gyakorlat is. Az OB nyertünk 6 első helyet, egy másodikat, megcélozunk itt is mindent. Hát, ha sikerül 6-ot, ha 4, már akkor is örülünk. Az utolsó edzésen a legfontosabb a spárgák nyújtása és a gyakorlatok rögzítése fejben, hangsúlyozta a másik edző, Halmi Katalin. A Látványtánc Szövetségnél a kortárs balettől elkezdve bármilyen, ami a tánccal kapcsolatos mozgásforma. Mi az akrobatikát választottuk, a gyerekek egyénibe, párosba, hármasba, csoportba, trióba. Tavaly 3, idén pedig már 7 egységgel képviselhetik Cegrédet az Európa-bajnokságon.